Kobzos Kis Tamás emléke előtt tisztelettek emlékkoncertjükkel, az Óbudai Társaskörben kortársai, tanítványai. Két egykori barát és pályatárs, a francia Mick Montenaro és a török Erdal Salikoglu is fellépett. Azt a magot, ami rábízatott, azt két kézzel szórta, nem csak nálunk, Törökországban, máshol a világ más részein. Köszönöm a gondviselésnek, hogy kortársai lehetünk, ismerhettük őt. Nagyon bízom abban, hogy ahogy itt a színpadon is láttuk, a tanítványai viszik tovább, és a kollégái viszik tovább azt a szellemiséget, azt az értéket, amit ők képvisel. Utolsó interjújának egyikében hívta fel a figyelmet arra, hogy a szív megismerni vágyásából fakadó múltkutatása miféle veszélyt jelent a virtuális világ, ahol az ismereteket nem a szívünkben és a fejünkben raktározzuk el, hanem már külső meghajtókon, felhő alapú adatbázisokban. József Attila sorait ajánlotta figyelmükben, akinek intése ma is helyén való. Hörpincsd a valódi világot, habos ékel a tetején, szép a forrás, merülj el abban. Énekmondó rendek, regősök, kocosok, a hurkaja zátok, éneket mondjatok. Mondjatok éneket a világ uráról, Isten ostoráról, Attila királyról. Kobzos Kis Tamás mindig a születésnapján megajándékozta a barátait, a tisztelőit egy születésnapi koncerttel, és hát adódott, hogy amikor Tamás már nem volt köztünk, akkor ezt a hagyományt folytassuk nélküle, de vele együtt, és így indultak el az emlékkoncertek. És hát ez nagyon megható dolog, hogy évről évre azok a régi zenésztársak, egykori tanítványok lépnek föl, akik hihetetlen sokat tanultak Tamástól, illetve akikkel borzasztó sokat muzsikált együtt. Az emlékkoncerten bemutatták a Népzenei Iskola egykori igazgatójának a 2015-ben elhunyt Kossuth díjas zenész Kobzos Kis Tamás CD és DVD mellékletet tartalmazó életműkötetét Church Truman István szerkesztésében. A kötet az iskolában is megvásárolható.